Gyurcsány Ferenc az Összödi beszéd emlékével és a saját lelkiismeretével küszködik, és ez addig így is marad, amíg a DK elnöke aktív marad a magyar közéletben. Ezt mondta Dömötör Csaba ma a parlamentben, miután Gyurcsány Ferenc tegnap védelmébe vette a 2006-ban elhangzottakat. A DK elnöke szenvedélyesnek, felrázónak nevezte azt, amit akkor hivatalban lévő miniszterelnökként mondott, és visszautasította az Összödi beszédet ért kritikákat. Mi az az erkölcsi politikai indok, amivel ő támogatni tudja? A szíriai helyzet kapcsán a kormány álláspont erkölcsi alapjait vonta kétségbe Gyurcsány Ferenc hétfőn a parlamentben, a kormányfő napi rendelőti felszólalására reagálva. Mindannyiunkra ráfér időnként morális tanítás, de nem mindegy, hogy kitől kapjuk ezt. Orbán Viktor viszontválaszában hangsúlyozta, a Fidesz számára vannak olyan vonalak, amelyek átléphetetlenek. A kormányfő ezután Gyurcsány Ferenc Összödi beszédéből idézett. Az, hogy Magyarország hivatalban lévő miniszterelnöke bármikor olyan mondatokat mondjon, és most idézem a DK elnökét. Nyilvánvalóan hivatalban lévő miniszterelnöként. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Második idézet. Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mintha kormányoztunk volna, ehelyett hazudtunk reggel, éjjel, meg este. Nem tudunk önöktől morális kioktatást elfogadni. A DK elnöke nem tudott túllépni a miniszterelnök viszontválaszán, mert későbbi felszólalásában kiállt a 2006-ban utcai zavargásokba torkoló mondatai mellett. Szenvedélyesnek, felrázónak nevezte azt, amit akkor mondott, és visszautasította a beszédet ért kritikákat. Önnek nem csak, hogy nincsen igaza, hanem még hazudnak is. Mert tudják annál nagyszerűbb dolgot csinálni, mint az ember megküzd azért, hogy ez egy normális ország legyen, tiszteletre méltó politikusokkal, olyanokkal, akik tudják és merik becslettel szolgálni a hazájukat, azért érdemes akár a sajátjukkal is megküzdeni. Ön továbbra is az Összödi beszéd emlékével és a saját lelkiismeretével küzdik, amit egyébként meg is értek, és az a helyzet, tisztelt frakcióvezető úr, hogy ez így is fog maradni egészen addig, amíg ön aktív marad a magyar közéletben. Az Összödi beszédben nem csak üres szavak voltak, hanem az a szocialisták politikájának az alapja volt, amiben majdnem tönkrement az ország, reagált Dömötör Csaba a DK elnökének felszólalására. Az államtitkár szerint Gyurcsány Ferenc továbbra is azért küzd, hogy ő legyen az ellenzék vezetője. Az elmúlt hetek mozgásai semmi másról nem szóltak a baloldalon, csak arról, hogy Gyurcsány Ferenc megszilárdítsa a saját vezető szerepét. Ez mindent felülír, és nagy a veszélye, hogy ez a nyomulás az önkormányzatok életére is kihat majd. Arról is beszélt, hogy továbbra sem fogadnak el kioktatást azoktól, akik végig hazudtak éveket, trükkök százait vetették be, és választásokat nyerve épp az ellenkezőjét csinálták, mint amit ígértek.